Sziasztok, és üdv újra a csatornán! A mai videóban szeretnék nektek mesélni arról, hogy milyen volt ennek az infós képzésnek az első fél éve, hogy éreztem, jó-e, nem-e, van ennek értelme, avagy sem. Nagyon youtuberes leszek, de tényleg többen kérdeztétek, úgyhogy, és mégis ígértem. Úgyhogy ma erről fogok beszélni, ha pedig kíváncsi vagy rá, akkor ne kattints sehova. Mindenképpen február előtt meg akartam csinálni ezt a videót, mert február 15-ig lehet beadni a jelentkezést továbbtanulásra a felvi.hu-n, és hát ha van olyan, akit ez érdekel, esetleg azért, mert most gimiben végez, vagy szakmát akar váltani, vagy bármi hasonló. Ez a szak, ez a Szegedi Tudomány Egyetemen belül, a Juhász Gyula pedagógus képző karon belül programozó fejlesztő felsőfogó szakképzés, tehát ez egy FS. Nem egyetemi diplomát fog adni, de maga az egyetem csinálja ezt a képzést. Ez egy összesen 2 éves képzés, amiben másfél évig tanulsz, az utolsó fél év, meg hát szakmai gyakorlat igazából. Olyankor nincsenek óráid, hanem el kell menned valahova dolgozni, valamilyen céghez, és hát portfóliót kell készíteni arról, hogy milyen cuccokat csináltál gyakorlatilag, azt kell előadni, jól belemenni a részletekbe, mit, hogy miért használtál, így, meg úgy, meg amúgy, a technikai részletekbe, és akkor úgy kapod meg majd a papírt, de még egyszer hangsúlyozom, ez nem diploma, ez egy felsőfokú szakképzés. Miért pont ezt választottuk? Igazából ennek az az oka, hogy itt biztos vagyok benne, hogy mondjuk az ELTE-n is hasonló, vagy BME Corvinus, de itt Szegeden az infós szak az valami brutál. Tehát felvesznek 100-150 embert, és az első fél évben kikbukik a 3/4 gyakorlatilag. És sok olyan ismerősöm van volt, akik ezt a szakot kezdték el az egyetemen, és legyenek akármilyen okosak, ott vannak már vagy 5-6 éve, ami amúgy nem ciki, tehát most senki ne érezze azt, hogy úristen, én a 3 éves képzést nem csináltam meg 3 év alatt. Vannak olyan szakok, mint az enyém, amin nagyon nehéz elcsúszni, a bölcsészakok nagy része ilyen, de hát az info az például beletartszik abba, hogy ott csúszol. Tehát, hogy ott te csúszol. És nekem legalábbis nincs időm arra, hogy még így 5-6 évet szívúzzak az egyetemen, főleg így munka mellett. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez majd jó lesz. Vagyis mondjam, sok előnye van ennek a dolognak, de ettől senki ne várjon csodát. Előny például az, hogy a tanárok nagyon rendesek, a tanárok többsége tényleg jó fej, tényleg segíteni akar, tényleg azért van ott, hogy tanítson és segítsen téged, ne pedig azért, hogy ott tegyen keresztbe, ahol csak tud. Ez főleg a férfi tanárokra jellemző nálunk. Volt egy pár női tanár, akik hát eléggé unszimpatikusak voltak, meg informatika tanár, és képtelen kezelni az informatikai felületeinket itt az egyetemen, a CoSpace például meg hasonló. Tehát egy kicsit olyan a női tanárok egy része az eddig ciki volt, nem mindegy, de hogy tényleg segíteni akarnak. Viszont ez nem egy... Ezt ne képzelje el úgy senki, hogy tök hülye vagyok, és majd másfél év alatt engem gyors talpalon megtanítanak programozni, meg programokat fejleszteni, legyen az mobil applikáció, frontend, backend fejlesztő, stb. Tehát itt nem tudsz meg másfél év alatt úgy programozni, hogy felvegyenek már mit, tudom én hova. Nagyon-nagyon sok saját időt kell otthon még belefetszölni ahhoz, hogy belőled legyen valami. Viszont ez a szak pontosan azért jó, mert még az egyetemi részhez kell legalább infós érettségi. Nem tudom, hogy emelten kötelező, de infós érettségi mindenképpen. Erre a szakra jöhetsz akármivel. Tehát nekem a tekintségén kívül semmi másom nincsen, ami reáltár lenne, úgy igazából. És engem is felvettek, tehát hogy tényleg ide bármilyen végzettséggel lehet jönni, és nagyon-nagyon az alapoktól kezdi. Tehát most, ebben az első fél évben gyakorlatilag ilyen gimis programozás, tehát amit mondjuk egy olyan gimi tanít, ahol van egy ilyen szak esetleg, és akkor ilyen gimis programozásig jutottunk el. Ami nem tűnik túl soknak, de hogyha az ember soha büdös életében nem írt egy programot sem, meg azt se tudja, hogy mit, mert, vagy egy egyetem milyen nyelvek vannak,
akkor ez nagyon nagy segítség tud lenni. Vannak, akik a BSC-ről átjönnek ide, és lesznek olyanok, például párom fontolgatja, hogyha megcsinált ezt a szakot, akkor elfogadhat egy csomó kreditet, és megpróbálja megcsinálni az egyetemi BSC alapszakot, ami amúgy tök hasznos. A BSC-re rá kell készülni, hogy az nem 3 év lesz, ott a kalkuluson legalább el fogsz csúszni, meg egy csomó minden máson is, a tanárok is sokkal szivatósabbak, viszont hogyha sikerül elvégezned körülbelül az első egy-másfél évet, akkor utána a cégek kapkodnak iránta, de nagyon sok olyan ember van, aki magától próbál gyakorolni és hozzátenni a kis saját, meg fejleszteni a kis saját tudását, és félbehagyja az egyetemet, mert felveszik valahova kezdőnek nettó 350 ezerért, érted? És akkor sokan be se fejezik emiatt az egyetemet. Alapvetően jelenleg programozni elmehetsz úgy is, hogy nincs papírod, viszont ha van papírod, akkor magasabb pozícióba tudnak felvenni több fizetésért. Tehát az simán lehet az, hogy te otthon magadtól elkezded megtanulni a különböző ingyenes platformokon, és utána beadod a jelentkezésedet bármi infós céghez, nem azt fogják nézni, hogy hol végeztél elsősorban, hanem kapsz egy gyakorlati feladatot, meg kell csinálnod, és akkor majd látják, hogy mennyire vagy alkalmas, avagy nem. És mondom, ezt papír nélkül is meg lehet csinálni, viszont természetesen, hogyha az ember mondjuk az STM végez, vagy az LTM végez informatika szakon, és tényleg el tudta végezni, az azért ad egy kis, hát ilyen respektet mellé, tudjátok, hogy akkor ő valószínűleg okos, de többször is említettem már más videókban, hogy attól, hogy papírod van valamiből, még nem biztos, hogy ténylegesen értesz is hozzá, csak azt jelenti, hogy sikerült elvégezned azt az adott képzést. Ennek az FS-nek tényleg az a könnyebbsége, hogy ha bár ki lehet bukni, tényleg segítőkészek a tanárok, a többsége tényleg segít, és tényleg jó arc. És hogyha az embernek nincs túl sok ideje, mondjuk már felnőtt, gyereke van, tényleg nincs ideje ahhoz, hogy munka mellett visszamenjen és egy alapszakos képzést elvégezzen, bár szerintem a BSC-t is lehet levelezőn vagy esti tagozaton megcsinálni, nem mindig van meghirdetve, de ki lehet fogni, amikor meghirdetik, és akkor mondjuk azt érdemes elvállalni. De tény, hogy ez könnyebb. És az első fél évre így rátérve, így az általánosságoktól kicsit tovább lépve, hát az első fél év ez ahogy minden egyes egyetemi szaknak beertetés. Sok sallang, nem túl nehéz tantárgyak, bár én nem vagyok egy reálos ember, tehát én nem véletlen bölcsész szakon végeztem, meg nem véletlen ezek a dolgok mennek inkább. Párom viszont reálos, és neki sokkal jobban ment ez a fél év, jobb átlag is lett, mint nekem. Én egy csomó mindennel borzasztóan megküzdöttem, mert nem vagyok rá beállítottságú, viszont mivel tök jó tanáraim vannak, ezért segítettek rá állni erre a reálos gondolkodásra, ami bennem nincs meg. Tehát mi mindig szoktunk röhögcsélni egymáson, hogy ugyanazt a problémát én, mint bölcsész, ő meg, mint reál elme oldja meg, és két különböző képen oldjuk meg a dolgokat, ami amúgy munka szempontjából nem lehet olyan rossz, hogy mondjuk én máshogy állok hozzá, csak tényleg látszik a gondolkodáson, hogy ahova reál gondolkodás kell, az neki könnyebben megy, mint nekem, mert én mindent túl gondolom, meg túl bonyolítok, és nekem át kell állítanom erre az agyamat, ezért egy csomó minden nekem nehezebben ment. Viszont én meg sokkal jobb vagyok elméletből. Ő viszont sokkal jobb gyakorlatból, úgyhogy mi nagyon jól kiegészítjük egymást amúgy. Amiről eszembe jut az, hogy nekem a másik nehézségem az volt ezen kívül, hogy ahogy én eddig tanultam, az ide nem jó. Egyáltalán nem jó. Tehát én Törin, sőt már gimiben is, én úgy tanultam, hogy nem tanultam. Figyeltem órán, lejegyzeteltem mindent, tudjátok. Aztán hazamentem, szépen átírtam a jegyzeteimet, aláhúztam, kihúztam, összepakoltam ilyen szép jegyzetbe, utána egyszer átolvastam, és tudtam. Verset sem tanultam soha magyar órán, elmondták előttem 21-ére már tudtam. Hát ez itt nem így működik. Attól, hogy tudom az elméletet, nem leszek jó gyakorlatból, és nagyon csúnyán rá is fáztam. Mert nekem az volt a gondolatmenetem, hogyha tudom az elméletet, akkor a gyakorlat menni fog, és így... Nem. És
semmi meglepő nincsen abban, hogy ez egy gyakorlatorientált szakma, hát mi más lenne. De bennem még az volt, hogy ha elméletileg tudom, hogy ez hogy kell csinálni, akkor a gyakorlat az már menni fog, és hatalmasat buktáztam ezen. Nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, és ott fogsz ülni a gép előtt, és ott fogsz bőgni, és ott fogsz értetlenkedni, és ott fogsz csüngeni a Google-on, meg a YouTube-on indiaiak fogják neked elmagyarázni, hogy mit, merre, mert egyszerűen nem érted, pedig elvileg érted, de mégsem működik. Ez nekem egy borzasztó kihívás volt amúgy, és nem is gyakoroltam annyit, amennyit párom, nem véletlen, hogy neki gyakorlati tantárgyai is sokkal, de sokkal jobban sikerültek, míg elméletből az én tantárgyaim sikerültek sokkal, meg sokkal jobban, mert én elolvastam a PDF-eket, én szépen mindent kijegyzeteltem, aláhúztam, óráról órára készültem, és ez meglátszik a jegyénken, hogy melyikünknek melyik része volt a jobb. Úgyhogy arra mindenképpen készüljön fel mindenki, hogy oké, hogy tudjuk, hogy gyakorlatorient, de nagyon. Nagyon. És hogyha olyan kis gyenge lelki állapotú vagy, mint én, akkor így fogsz bőgni rajta. Kérdeztétek egy páran, hogy én hogy viseltem a vizsgai időszakot, vagy mondtam, hogy szarul, szarul. Ami nekem furcsa, mert én megcsináltam a töri alap, meg töri mesterszakot. Volt egy csomó vizsgám, volt két államvizsgám, volt mesterszakra felvételim. És nálunk nincsenek nem voltak tételek, hanem ilyen belekérdeztek, amibe aztán vagy tudtad, vagy nem. És emlékszem, hogy az valami elképesztően durva volt számomra, hogy úristen, én jövök, mit tudom én, és hogy nincs tétel, bármit kérdezhetnek, meg vizsga, meg most ennek a tantárgynak jónak kell lenni, mert hogy ezen a szakirányom nem izéljét meg. Én meg mintha ezt így elfelejtettem volna, és újra kezdtem ezt az egész izgulós dolgot. Gyakorlatilag, hát nem akarok túl sok információt megosztani, de csak hogy értsétek, mennyire izgulós tudok lenni. Gyakorlatilag én bizonyos vizsgák előtt annyit voltam vécén, hogy fogytam 3 kilót. És ezt jól érted. Tehát most gondolsz valamire, pontosan erre gondolok én is. Tehát, hogy én olyan rosszul voltam bizonyos vizsgák, vagy ZH-k előtt, szó szerint fizikai tüneteket produkáltam, vágod. És ez csak az FS. Ez könnyebb, mint a BSC, tehát ott nem, de amit csináltam, felakasztottam volna valamiért, tehát borzasztóan rosszul viseltem. Aztán egy csomószor kiderült, hogy teljesen feleslegesen aggódok, mert tudtam. Csak maga ez, hogy... Csak tudjátok, én úgy vagyok vele, hogy amikor azt mondják, hogy ez most dolgozat és időre megy, akkor kész, akkor úristen, és kapkodok, túl gondolom, elfelejtek mindent. Ha csak oda tolnak egy papírt, hogy mit tudom én, ez a feladat próbáltok meg megoldani, de amúgy senki nem mondja, hogy ez ZH meg időre megy, akkor megcsinálom fel annyi idő alatt, és kétszer olyan jóra. Csak azért, mert nincsen bennem ez az íz, hogy úristen, hát ez egy ZH. De ahogy oda mondják, hogy ne, ez ZH, akkor végem van. És ez amúgy borzasztó, mert a vizsga is ilyen, hogy mit tudom én, elkezdenénk beszélgetni valamelyik tantárgyról, és akkor így mondom, simán ötös. De hogyha oda teszik, hogy na, akkor ez vizsga és húzzátételt, akkor meg hülye vagyok, mint a seg. És ez azért vicces, hogy mondom, én ezt már végigcsináltam kétszer, meg alapvetően én szeretek szerepelni, meg mit tudom én, ami szintén egy ilyen feszültségkeltő helyzet lesz, sokan meg úgy is nekem ki kell állnom, mondjuk szerepelni, vagy ízé, és ott nincsen problémám. És itt meg szó szerint fizikai tüneteim voltak. Iszonyat, és fájt a hasam, mentem vécén, minden bajom volt, érted? Ezt nem lehet csinálni. Nem csak nekem, senkinek. Tehát ez borzasztó, ez hosszú távon nagyon-nagyon rosszat tesz a szervezetnek, meg a mentális egészségednek, és még van 3,5 évem hátra, szóval nem, ilyet nem lehet csinálni. És ha bár ez mondom még az első fél év, még az egyszerű fél év volt, de legalább már látom, hogy mi az elvárás, mi az, ami úgy majd lesz a következőkben. Úgyhogy most már izgatottabb vagyok a másik fél évet illetően, ahol most már nem lesznek sajnálom tantárgyaink, hanem csak és kizárólag mobil applikáció fejlesztés, meg szerver oldali akármi, meg operációs rendszer, tehát tök érdekes dolgok lesznek. Amúgy és többségében azokkal a tanárokkal, akik szerintem tök jó fejek és tök jól tartanak órát, szóval annyira nem aggódok, de még így is lesznek olyan eléggé szopatós tantárgyak, mondjuk így, amelyekkel akár csúszhatok nem csak hogy fél évet, hanem egy évet. Tori szakon nincs nálunk olyan, hogy épül.
bármit bármivel felvehetsz. Hogyha véletlen egy tantárgyat elbuktál, akkor jó, hát majd felveszem, kövű filébe leszarom. Tehát ilyen tekintetben sokkal kötetlenebb. Itt viszont vannak olyan tantárgyak, amiket, hogyha buktál, akkor nem, hogy fél éve csúszol, egy éve csúszol. És minden más, ami ráépül, az kuka, mert addig nem tudod felvenni. És ez egy újabb olyan stresszfaktor, amire amúgy én nem voltam felkészülve, pedig tudtam, hogy ilyen van. Tehát nagyon-nagyon sok infós ismerősöm volt, sok infós eszem volt, tehát én ezt tudom, hogy így működik, de valahogy a valóságban, amikor mégis ott vagy, és tudod, hogy nem csak, hogy jó jegyet szeretnél szerezni, hát ha kapsz mondjuk ösztöndíjat, meg úgy mégiscsak látszódjon, hogy tanultál, hanem még azon is aggódnod kell, hogyha esetleg nem sikerül, akkor csúszol egy évet, vagy fél évet, az egy olyan plusz stresszfaktor, amire tényleg gondolnia kell az embernek. A legtöbb természettudományi karon, jogi karon, tudom, hogy ez van, nálunk például BTK-n, töriszakon, ilyen nem volt. Tehát elsőbe felvehettem utolsó fél éves tárgyakat, hogyha engedte a rendszer, érted. Tehát nem épült semmink semmire. Abszolút semmi. Maximum mondta tanár, hogy elvileg ezt már tanultad, ha felvetted ezt az órát. Ez könnyen volt annak, aki már előtte teljesítette, még annak nem, aki meg össze-vissza vette fel az órát, de így ez egy picit ponyi. Viszont talán a legnagyobb probléma jelenleg ezzel a szakkal, tehát kicsit össze-vissza beszélek, de próbálok mindent kiadni magamból. Végleg legnagyobb problémám, amit fel tudnék hozni negatívunként ezzel a szakkal kapcsolatban, az a programozási nyelv, amit jelenleg tanulunk. Ami tud előny is lenni, de jelenleg hátrány, mondjuk úgy. Eddig ezen a szakon Jávát tanítottak, itt Szegeden majdnem minden Jáva programozással megy, akármely céget, kicsit nagyot, stb. Jávát fognak élni. Na idéntől, ahogy mi elkezdtük, C++. Amivel az a rossz, hogy az nehezen, mint a Jáva, hasonló, de a C++ az elvileg az tök nehéz. Másrészt is Szegeden nincs olyan cég, ami C++-t használna. Pesten tudom, hogy van, és tudom, hogy ha sikerül ilyen céget találni, akkor az több pénzt fizet, mert hogy az nehezen, mint a Java, de kicsit kibaszásnak érzem, mert mi szerettünk volna itt Szegeden elhelyezkedni amúgy, így hosszabb távon is, és tök jó lett volna olyan programozási nyelvet tanulni, amit ugye itt a környéken keresnek. Hát miért próbálsz meg itt Szegeden egy olyan szakot csinálni, egy olyan programozási nyelvet tanítani, amit itt a környezetben nem keresnek, nem? Tehát ez hülyeség. De mégis megtörtént, és mondom, eddig Java volt. Most egy C++. És mondom, előny, mert hogyha ezt a nehezet meg tudom tanulni, akkor innestük ez, hogy Java az sokkal könnyebb lesz, meg a C, meg a C-sárp az valószínűleg sokkal könnyebb lesz, de hogy egy kicsit jobban örültem volna, hogyha tanulunk Jávát, úgy alapvetően. Elvileg fogunk, gyakorlatilag fogalmam sincsen, és ehhez hozzákötném a másik legnagyobb problémáját ennek a szaknak, de úgy összességében jelenleg az egész egyetemmel ez a probléma, nem csak ez a szakkal, hogy szervezetlen. Olyan mocsok mód szervezetlen, és igazából azt sem tudom, kit hibáztassak, mert volt egy-két olyan tanár, aki bővebben és őszintén beszélt nekünk erről, kevés az infós tanár, hiszen miért mennél el egyetemre informatikát tanítani havi 160-ért, plusz juttatások, hogyha elmehetsz bármelyik infós céghez, röhögve 350-450-ért nettóban, nem? Tehát minek tanítanál akkor infót? Alapvetően bennem is felmerült a kérdés, hogy miért vannak infó tanárok, hogyha tudja, hogy hogy kell programozni, és elmehetne bármely céghez. Kurva sok pénzért. Kurva sok pénzért. És ez most is probléma, mert nincs elég tanár. Most is volt arról szó, hogy lehet, hogy bizonyos órát nem tudnak indítani, vagy valamelyik tanárnak nagyon túlóráznia kell, mert hogy nincs tanár. Nincs, aki elvállal, nem tudja ki megtanítani. És még a BSC-n csinálnak olyat, hogy kiadják diákoknak bizonyos órák tanítását. Tehát, hogyha valaki nagyon jó átlaggal, csúszás nélkül megcsinálta az első évet, akkor fel szokták kérni arra, hogy akkor az első éves tantárgyakból az akkori elsősöket kezdje tanítani, és akkor kap egy kis lóvét. De ez nagyon jó képességűnek kell lenni, és ha valaki nagyon jó képességűnek nem fog ott marad évekig tanítani, a maximum csinálja egy-két évig, utána elszipkázi őt egy cég. Tehát, hogy
nincs úgy igazán utánpótlás, és a tanárhiányt azt mi is megszenvedjük, mert mit tudom én, valamelyik tanárnak hivatalosan 40 óra van a szerződésébe írva, és csinál 85-öt. És mellé még jó fej, érted? Nem szopat, meg mit tudom én. Tehát, hogy így, hogy eléggé sajnálom amúgy őket, hogy ez van. Mert ez velünk is kibaszás, meg velük is kibaszás. De ők nem akarnak velünk kibaszni, de cserébe kibasznak magukkal. És pont emiatt egy kicsit szervezetlen. Mert akkor most melyik tanárnak adjam ki ezt az órát? Most például az első fél évet azt iszonyatosan beszoktuk, mert a kommunikáció az nem volt valahogy két megfelelő irányú, mondjuk így. Az a tanár, aki nekünk a programozás tanította, annak valahogy nem jutott el a tudatához az, hogy mi nem rendelkezünk infoérettségivel, tehát hajnalilag gőzünk nincs semmiről. Ő meg azt gondolta, hogy nekünk már van előzetes programozói tudásunk, és amikor számunk kért tőlünk dolgot, akkor ott állt, hogy miért vagyunk ilyen hülyék, és akkor én voltam az, aki tudatta a tanárral, hogy ugye tudja, hogy ehhez a szakhoz nem kellett semmilyen előképzettség. Tehát mit tudom, hogy 30 embert felvettek, abból 3-nak van infoérettségje. És akkor így állt, hogy akkor most mi a tosz van? És a fél évnek a fele elment azzal, hogy olyat tanított, amit rohadtul nem értettünk, és át kellett variálni a tananyagot, és át kellett variálni emiatt a vizsgát, viszont a fél év fele így kuka. Tehát igazából, amit a fél évben tanulnunk kellett volna, és ahol el kellett volna érkeznünk, az nem történt meg, mert hogy ilyen miscommunication történt valahol az éterben, és kiszúrás. Tehát amit most tudok, kétszer annyit kéne tudnom. Tehát megint várom egy csomó plusz munka, hogy majd ezt megtanuljam. Ami ugye a szabad időmből fog elmenni, úgy, hogy ugye dolgozok, meg mellette bejárok a lehető legtöbb órára, meg mellette minden órára készülni kell, de még plusz be kell hozni egy kis lemaradást, rágapárom, meg még a kémia szakra is bejárt. Tehát, hogy... És ez nagyon rossz, mert úgy érzem, hogy jó, ki lett velünk baszva. Egy kicsit. Ettől függetlenül én látom ennek értelmét, de remélem, hogy azért, akik jövőre jönnek, azoknak már egy kicsit könnyebb dolguk lesz, vagy szervezett dolguk lesz. Nem tudom, hogyha mondjuk most jelentkezel, mert meggyőztelek arról, hogy jó ez a szak, akkor milyen programozási nyelvet fogsz tanulni. Mindenképpen már kezdj el Jávát nézegetni magadtól, mert máskülönben lehet, hogy beszopad úgy, mint én. Amit tudok esetleg ajánlani teljesen atomkezdőknek, az egyik a B3 Schools, ezt mi is használjuk, angolul van a weboldal, viszont tele van ilyen kis gyakorló felülettel. Tehát mit, ami elmondja, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, és akkor próbáld ki te is, megnyitja a gyakorló felületet, és akkor ott bele tudsz programozni az éppen a tanult dolgokat, és vannak tesztek is minden anyagrész végén, nagyon jó, nagyon nagy segítség, viszont kell hozzá angol tudás. A másik, amit tudok ajánlani, az a YouTube. Írd be Java kezdőknek, C++ kezdőknek. Én beírtam, hogy C++ kezdőknek, van egy srác, aki ilyen maximum 10 perces videókban külön kis anyag részeket feltette C++ kezdőknek, C++ haladóknak. És akkor programozik, ilyen hangolálmondásos az egész, ott van megnyitva a CodeBlocks, programozik, és akkor mutatja, hogy mit tudunk merre, kipróbálja ezt, kipróbálja azt, ez miért nem fog így működni, miért ez így az egyszerű, stb. Stb. Tök hasznos! Én nagyon sokat tanultam úgy onnan, nekem megmentette a fél évemet ez a srác. Ilyen tök régi videó, de nem nagyon változott azóta a C++ programozás, tehát ezt tudom ajánlani mindenképpen. Programozási felületnek mi a CodeBlocks-ot használjuk, egy nagyon egyszerű kis dolog, van benne debug rész, tehát le tudod ellenőrizni, hogy mi a bubánat az, ami nem működik, és kiírja, hogy hol van hiba, vagy hogy milyen jellegű hibád van, és tényleg tök hasznos, mert csomószor azt hittem, hogy hát ez egy remek kód, ránéztem, ez így tök jó, lefuttattam és szar, és így azt miír, és akkor elírtam egy zárójelet kapcsos helyet simára, meg ilyen baromságok. És ez például nagyon hasznos, hogyha az ember próbálkozik ezzel először, ez egy tök jó felület. Mit szoktunk még használni?
Szintén angol, de van a Code Academy, ami ingyenes, és lehet rajta tanulni, de ehhez is kell egyfajta angol tudás, hogy tud, hogy a pointer az mi az anyám, hogy az magyarul mutatót jelent, és utána tud nézni, tehát hogy valamennyi angol tudás azért szükség hozzá, és alapvetően angol tudás. Tehát, hogyha full sík hülye vagy angolból, nagyon nehéz dolgod lesz, mert hogyha valamit nem értesz, legtöbb minden angolul lesz fönt, és neked is programozás közben sokszor angol nyelvet kell használnod, meg angolul vannak a fontos dolgok benne, szóval érdemes tudni angolul legalább egy középszinten, vagy egy majdnem középszinten, és megtanulod hozzá a szavakat, de hogyha alapvetően lófasz angolt nem tudsz, akkor nem tudsz majd tudni programozni, tehát az mindenképpen kelleni fog sajnos. Az angol most már világnyelvén nőtte ki magát, úgyhogy ezt sajnos ez ilyen. Úgyhogy így kezdésképpen ezeket tudnám ajánlani, úgyhogy csak így gyorsan összeszedve pro érvek, hogy sokkal gyorsabban megtanítanak, nincs annyi buktatós tantárgy, sallang csak az elején van, de ezzel jó fel tudod húzni az átlagodat egy kicsit. És nagyon kedvesek a tanárok. Kontra, nem egyetemi diplomát ad, egy csomó helyen lehet, hogy ez problémás lehet, de mondom, gyakorlatorientált szakmaszóval, ha tudod, tudod, ha nem tudod, tök mindegy. Nem biztos, hogy emiatt pont könnyen találsz melót. A BSC-sekhez be szoktak menni cégek, meg rögtön azokat keresik, akik BSC-sek. Lehet, hogy emiatt neked egy picit jobban kell magadat promotálnod. Sokkal több utána nézést igényel, nekünk kb. Harmada annyi gyakorlati óránk van, mint a BSC-seknek, mert ők ráérnek a gyakorlati órákat teljesíteni 3 év alatt, mi meg a másfél alatt nem, szóval sokkal több otthoni készülést igényel igazából, és lehet, hogy nem olyan nyelvet fogsz tanulni, amikor elkezded, ami itt mondjuk Szegeden és környékén hasznos, de az a jó a programozásban, hogy minden ott van az interneten, de tényleg minden ott van az interneten, ezt nem lehet könyvekből megtanulni. Aki programozási könyvet vesz, az szerintem pénzkidobás, mert mondom, minden ingyen elérhet az interneten, és minél nehezebb az a valami, amit meg akarsz tanulni, annál indiaiabb indiait fogsz találni a témában. Ők viszik az egész programozás szerintem világszinten, 3 indiai. Tőlük tanul mindenki. Úgyhogy ez alapján hozd meg a döntésedet, hogyha esetleg érdekel téged ez a szak. Itt is van állami képzés, itt is van ösztöndíjrendszer, tehát semmi. Hogyha vannak még állami képzési, szóval, hogyha vannak még állami fél éveid, akkor ezekre el tudod költeni. Én is azt csinálom, én pont ki fogok vele jönni amúgy, nekem pont tökéletes. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Kicsit csapongtam, de próbáltam mindent beletenni, ami így az első fél éves tapasztalatom volt. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy majd szó szerint jövő tavasszal mit fogok nektek mondani, hogy sikerült az államvizsga, hogy sikerült elhelyezkedni, valóra várnak az álmaim, kapok-e majd értelmes fizetést valaha az életben, avagy sem. Ez majd ki fog derülni, de kíváncsi vagyok, hogy hányan szeretnétek infószakra jönni, akár mint most gimisek vagytok és érettségiztek, vagy akár mint szakmaváltást szeretnétek, és ezáltal mindenképpen írjátok meg oda lent a komment szekcióban. És hogyha valaki infós, programozó, jelölt, már csinálja, még tanul, bármelyik, akkor nyugodtan írjátok le, hogy mik azok a platformok esetleg, amik segíthetnek programozást tanulni, nem csak nekem, hanem bárkinek, aki ezt nézi. Ingyenes platform lenne a legjobb, de mindenképpen azt is írjátok le oda lent a komment szekcióban, mert célom több programozási nyelvet megtanulni, és legalább normális szinten elsajátítani. Viszont ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!